A nyírbátori nevelésű Majoros Bence ősztől a világ legerősebb bajnokságának számító német Bundesligában üti a labdát, de a kisvárosban vannak követői a jelenleg első számú magyar férfi asztali teniszezőnek. A vasárnap kezdődő kolozsvári Európa-bajnokságon ketten képviselik majd a nyírbátori vase színeit. Molnár Dávid és Tölgyes Dorottya közel egy hónapos edzőtáborozást követően tért haza az elutazás előtti utolsó napokra. Nagyon kemény felkészülésen vagyunk túl, 3,5 hét volt összességében, egy hét, tehát edzettünk Győrben, aztán egy hetet edzettünk szlovák válogatottal, és kettő pedig a statisztikában. A hazai ranglista első, az európai ranglistán 24. Tölgyes Dorottya, nála idősebbek ellen áll majd asztalhoz Kolozsváron. Csapatban azért elég nehéz sorsonásunk van, mert azért elég szép lenne, hogyha kijutnánk a főtáblára. Egyéniben hát a sorsolástól függ számomra, de ott szeretnék benne lenni a 16-ba. Vegyes párosban ott sok esélyt látok arra, hogy 8-ba vagy 4-be benne legyünk. Párosban meg ott is ilyen 16 körül tippenem, hogy az elég jó eredmény lenne számunkra. A nyírbátoriak klubmenedzsere szerint nem nyomja majd teher Kolozsvárnak a két nyírbátori tehetséget. Helytállás és tapasztalatszerzés a cél ebbe az évbe. Jó úton van mind a kettő játékosunk, mert Dorottya a legjobb magyar így is, hogy még van egy éve a serdülőmezőnyben. Szép európai eredményeket is tudhat már maga mögött. A Molnár Dávid pedig ebbe az évbe kezdett olyan ütembe fejlődni, ami mindenképpen feljogosít bennünket arra a reményre, hogy már ebbe az évbe is tud hozni egy jó átlagos teljesítményt, a következő évre pedig nagy valószínűséggel már markásabban fog megjelenni az Európa-bajnokságon, ami akkor majd Alicantéba lesz. A vasárnap kezdődő Európa-bajnokságon a serdülő lányok az oroszokkal, a csehekkel és a bolgárokkal vannak egy csoportban. Az ifjúsági fiúk az oroszok és a csehek mellett a németekkel játszanak majd a csoportmeccsek során. A két nyírbátori fiatal egyesben, párosban és fegyes párosban is asztalhoz áll a kontinens viadalon.